Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Thief Simulatorból jelentkezem. A következő küldetésünket fogjuk végrehajtani, amit csak megnéztem, de nem fogadtam el szerintem, mert itt nem írja fönt a történeti cuccomon. Na mindjárt várjatok, csak itt kell valahova bevenni, és el kell fogadni. Okay. Elfogadtam, 50 dolcsit kapok azért, széttönöm a 110-es Baker lakásnak az összes tányérját, hát ilyen kis gonosz vagyok. Berakom a serpenyőmet ide, mert az nálam van és az nem kell. 109-es bejárati ajtókulcs. Serpenyő, feszítővas lámpa, az kell. Úgyis este megyünk. Hú, de nem kell vennünk ilyen információkat? Megnézzük, hogy van-e ilyen információ, mert lehet, hogy jól jön, vagy hát ingyen adja mondjuk a Vini kollégánk. Az hol is van? 111-es. 109-es Martin összes. 110-est fogom én felnyomni, ahhoz nincs semmi info. Úgyhogy akkor megyünk saját kutfőből. Békeréket meglepjük. Hát nem tudom, talán nincsenek otthon, azt akkor szét tudok törni minden. Azt mondja, hogy ez az utca, úgy lesz, csak ez az egy utca van föloldva, mert később lesznek még gondolom, de lehet, hogy csak a Greenview utcába fogunk tevékenykedni. 110-es. Hát ott van a 109-es szomszédságába. Tegnap, éppen tegnap laboltunk arra fele, úgyhogy kihoztuk a tévét szegénynek. Ez a hely, ez jónak tűnt egyébként, lehet, hogy itt fogom lerakni a gépet. Talán itt nem zavarok senkit. Mindjárt is nézem. Kicsit kilóg a segge, de talán autók el tudnak tőlem menni. Elmegyünk erre hátra. Ez a 110-es egyébként itt, az ott sok bokorral körbevett holmi. Mászni tudok egyébként? Nem nagyon. Valami alapvető ilyen kis zárnyitási ízét megtanultam, skillt, úgyhogy elképzelhető, hogy tudok zárat nyitni, csak nem vagyok benne 100%-ig biztos. Hát körbejeljük a házat. Ez még a 110-es lehet vajon? Még van egy ilyen emelvény, ha erre föl tudok mászkálni. Na itt be tudok potyogni, nem? Várjál? Ugorjál barátom, itt nem tudsz ugrani egyet? De. Ott egy mókus. Az meg ott leseget. Aha! Itt voltam a múltkor is egyébként. Ez az a 110-es, most meg kell néznem, hogy ez az. Azt hittem, az egy kutya. Itt a parkoló. De jó. Meg elmentem Kenyába. Most tudom, hol a kocsim. Jó, itt is be lehet kukucsolni. Hoppá! Az ott leseget. A hölgy az itthon van. 111, ez nem is jó. Na, itt ne osongassunk, itt azért sétálhatunk. Ez a 110-es. Ide kell nekem jönni. Jó, itt senki sincs. Ajtó zárva. Jó. Körbejárjuk a házat, megnézzük az ablakokat. Valamelyikkel lehet, hogyha bekukucskálunk. Jó, itt nincs senki. Itt sincs senki. Ez is zárva van. Na még akkor átmegyek a túloldalra. Ha tudok ott lesegetni, mert hogyha ott sincs senki, akkor simán fölnyomom az ablakot, azt bemegyek törni, zúzni. Nem alszik itt senki, kérem szépen. Hát akkor itt bemegyünk.
Akkor szépen azt csináljuk, hogy elkérjük a... Na, vagyunk csak itt vannak a tárgyak. Feszítő vas gyorsnyitás, oda, így van, Q. Hogy azt a benyom a retekbe. Hogy bemászok. Jó. Ezt elrakom. Ha el tudom, hogy kell elrakni? Így. És ezt bekapcsoljuk. Ezek a tányérjaik. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on tools jó. For thieves. Veszek akkor egy olyat. Gyorsan kiosonunk, ezt elrakjuk, mert ez gyanús, hogyha ilyet cipelek. Kinézzünk közébe, most nincs senki, mehetünk. Nem is foglalkozunk az ujjlenyomatokkal, ilyesmikkel. Ah, a kocsinak ott az ikonja. Hát ezek szegényeknek volt egy szar tévéjük, ezt múltkor elloptam és eladtam 60 dolcsiért. Most meg volt nekik 4 tányérjuk, azt meg összetörtem, úgyhogy eléggé békerékre eléggé rájár a rúd mostanság. Nem működik lámpa, nem nagyon. Fölfele indulunk el, itt van az a kanyar, amit elég nehéz bevenni, de nem szállunk le a gázról, nyomjuk neki, mint süket a csengőt, és itt elhagyjuk a zónát mindjárt. És ha minden jól megy, még egy küldetést simán el tudunk végezni. Mi volt a feladat? Menjek haza. Roncstelep. Roncstelep? Mi az a roncstelep? Ott volt egy olyan roncstelep. Na mindegy. Lehet, hogy ott lehet venni valami másik járgányt. Elmegyünk az oldalra, amit javasolt Vini. Azt mondja, hogy hova kell mennem? Nem ide. Rendtetőg, munkák, jó fiókok, nem. Nem. Ja, ide. Vagy nem ide? Egyszerű házi tolvajkulcs. Mi volt a feladat? Vásárolj egy házi tolvajkulcsot. Aha, oké. Okay. Akkor jól gondoltam. Az lesz a küldim. Ez, 20 dolcsias. Jó. 192-ünk van egyébként. Ellenlámpa, mászókesztyű. Ilyet is tudnék venni egyébként, egy sima tolvajkulcsot is, de nekünk jó, ez az egyszerű. Ezt nem is tudom megvenni, kettes szintű izé cucc kell hozzá, jó? A rendicsek. Na mi a helyzet, Vinikém? Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Próbazáron. Na hol hagytad, Vini barátom? Oda raktad, jól van. De rendes vagy. Azt mondja, hogy használ. Azt mondja, forgatás D. Mi az, hogy... Na, azt mondja, várjál csak. Több van jobbra. Eltört, vagy mi történt? Hát, én ezt nem nagyon vágom. Forgatás D. Vagy tartsam így. Nem, ezek törnek elfele, nem? Ja, hogy ezzel is kell még. Több van erre fele, több van arra fele. Hát, nem vágom ezt a mechanikát. Törnek el ezek a nyavaják. Nyisd ki a próbazárat a garázsban. Hát ugye D-vel forgatom a csavarhúzót, de ezzel csak eltöröm. Azt mondja, keresd meg a megfelelő szöget a hajtűvel, azután pedig forgasd az árat minél közelebb kerül a hajtű a jó szöghöz, annál jobban elfordul a zár. Aha! Kicsit értem, csak kicsit. Sikerült egyébként?
Na még egyszer. Jó, vegyük fel a telefont. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Reggel 7-ig és figyelj. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Jó, de én ki akarom próbálni még egyszer ezt az áras melót. Na, forgatom. Ó, most jó, most jó, most értem. Először forgatni kell, utána meg a teljesíteni, amit mond. Oké, jó, oké, így értem már, hogyan működik. Oké, T-teendők, mi az? Lakó teendők, amikor elég közel vagy hozzá, megjelölhetsz egy lakót a napi teendő felfedezésére. Apértelően középső egér gombbal. Oké, akkor ezt még megcsináljuk. 111-es számhoz kell menni, reggel 7 óra körül. Akkor viszont most mennyi az idő? Most annyi van. 7 óra körül. Hát elmegyünk, aztán meglátjuk. Azt mondja, hogy Greenview utca. Megnézzük. Megyünk a 111-hez. Ami? Hát a szokott helyen van. És ide járok már rabolni már 3 napja. Ez a jó bevált parkoló, itt le is rakom a kocsit szerintem itt oldalt. Itt általában nem zavarok senkit, egy kicsit lóg ki csak a segge a kocsi, ez nem vészes. És elmegyek a 111-be kukkolni. 111 kérem szépen az az. Be fogok menni mellette. Aztán valamit csinálok. Carter lakás. Két lakója van és ismeretlenek. Ide kell fölosonnom. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Azt mondja, van egy doboz odabent, várd ki. Jó, de hol a haverod? Vagy hol a másik jó képesség? Azt is meg kéne figyelnem. Alvás a parkolóban. Aha! Aludja a parkolóban idő eltöltéséhez. Oké. Okay. Ezt mindjárt kipróbáljuk, csak nem kell meglesni a másik embert? Na mindegy. Történet, várd meg, amíg mindenki elmegy, és lopd el a fontos izét. Az ott megyni. Ezt nem látom valahonnan, ezt a másik ürgét. Nem tudom, hogy itt van-e a csóka. Hát, hogy itt van. Minden rács van ám. Jaj, tudom már mi a feladat, ki kell nyitnom a zárat. Pontos dobul belül, nincs otthon, nincs otthon. Gyerünk, gyerünk, kinyitjuk zár izével az a cuccal. Vagy a D. Eltört, na. Na, most mi van? Ennyi volt. Oh shit, hát elfogyott a tolvajkulcs, készítettem, elhasználtam az összeset. Egyszerű házi tolvajkulcs, de nincs olyanom. Elfogyott. Akkor ezt kb. Fújhatom, nem? Ide nem tudok betörni, mert nincs más opcióm. Ajjajjaj. El kell mennem izé tolvajkulcsér újér. Futok, mint a nyuszi. Menjünk el szépen a hova is? A boltba. Boltba kell mennem. Mert elcsaptam egy csókát. Ez biztos nem tett volna jót a izének, az üzletnek. Itt fölfele elhúzunk. Aztán erre elhagyjuk a zónát, és elmegyünk haza. Veszünk egy kulcsot. Hoppá, hoppá. Veszünk egy
Még egy ilyen tolvaj kulcskészletet, hát... Úgy látszik, ez nem akárhány darabos, ez ilyen kötött fogású, és egyszerű házi tolvajkulcs megvesz. Kettőt vettünk rögtön, mert ebből nekem biztos fogyóeszköz, és visszahúzunk gyorsan. Milyen izé kapkodós egy rabló élete, hát hihetetlen. Greenview, így van. Mint ha hazajárnánk. Így. Szuper. Itt futhatok, szerintem ez még nem gyanús az ég adta világon senkinek. Itt vannak a tányérosok, itt meg akkor még nem ment el talán, vagy nem tudom. Ja, nincs otthon. Na, azt mondja, hogy... Hol az a nyomvad doboz? Fontos doboz, belül zsákmány, valamit még ne lopjak el? Van itt egy tévé, hopp, ebben mi van? Magnó, csak elviszem. Sör. Jó. Oda nézze, kis pénz, az jó, jön. Úgy is kell tolvaj kulcskészlet. Hát a tévét is elvihetném, de a fényes nappal azért nem kéne szerintem. Fontos doboz belül zsákmány. Várd meg, amíg mindenki elmegy, és lopd el a fontos dobozt tajzéből. Elloptam a fontos dobozt. Hidva hagytam mindent, új lenyomatok, hát vannak szerintem, mert nekem nincs kesztyűm se, vagy nem tudom. Elhagyjuk a zónát. Hú, egy újabb sikeres rabláson vagyunk túl. Remélem, hogy ezért sok pénzt kapunk. Mondjuk annyit pénzt találtunk, hogy az izével nem lesz gondom a következő tolvajkészletemmel. Ha hazamegyünk, azt megnézzük, Vinny mit mond. Csak fölhív. Na, kaptunk érte valami bónuszt is. C. Szerintem az nem olyan rossz. C az jó. Mi az a space? Mi az, aki lehet lépni? XP, oda néz. És lehet, hogy tudok osztani új pontokat? Képességek. Á, nincs pontom, amit oszthatok. Ez nem az, feljegyzések, igen. Carter, Baker és Martin lakást fosztogattuk eddig. Jó. Küld el a dobozt a Black Bay-en. Aha, akkor megyek az internetre. A fekete piacra megyünk. Trófea, autóalkatrész, elektronika. 50 dolcsi a rádió. Most az a kérdés, hogy ezeket érdemes eladni, vagy az én többet kapok. Én most ezt feladom végül is. Fazék, azt nem tudom eladni. Konyha. Kétes tartalmú doboz. Elküldöm azt is. A régiség meg nincs. Nagyszerű. Vinny meg hív. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Új ablakra vágyik, ők azonban elégedtek elég. Hazudtold meg őket. Gondolom, be kell nyomnom az ablakot, nem? Tört szét az ablakokat. Jó, ez nem egy vészes küldetés. Ez lesz a következő majd akkor. Megyünk ablakot zúzni. A 112 szám alá. Rejtőz vagy menekülj el. Ja, akkor úgy lesz, hogy keresek egy kukát magamnak majd. Aztán megnézzük, hogy üldözőbe vesznek-e elmáp. Egyszerű házi tolvajkulcs. Jó. Az veszek még. Most van pénzem. Ilyet nem tudok. Ilyetből veszek még egyet. Egy kettőt is. Legyen három. Egyszer élünk. Sok pénzünk van úgyis. Na jól van. Köszönöm akkor a figyelmet.
újabb sikeres küldetésen vagyunk túl. A következő rablás pedig, hát nem is annyira rablás lesz, inkább egy kis rongálás, egy rongálást fogunk elvégezni a 112-es házszám alatt. A szomszédságban egyébként a szokott helyünkön, ahol eddig is fosztogattunk a mindennapi munkánk során. Na, köszönöm szépen akkor a figyelmet, remélem tetszett nektek ez az epizód. Utaztam, jöttem, mentem azért benne, vissza kellett jönnöm Tolvaj kulcsére, tipikus ilyen stresszes, betörős napi rutin volt. Következő részben pedig hát újabb izgalmaknak lehetünk majd szemtanúi valószínűleg. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!